Herceg Attila előadása nyitotta meg Őri Gábor fotókiállítását a Dombovári Helytörténeti Gyűjteményben, majd Müller Ádám, a Dombovári Helytörténeti Gyűjtemény vezetője tolmácsolta a fotós gondolatait. Nekem egyénileg mindig szeretett témám volt az elmúlás, az elmúlás okozta változások, szenvedések és fájdalmak tanulmányozása. Az életnek, a halál, enyészet, eme tehetetlen ellenállásának minden szenvedését, sóhaját, görcsös küzdelmét, vonaglását, kínját szeretném megrögzíteni, hogy annál inkább megéreztessem az enyészet, a pusztulás, a halál rettenetes, de mégis fenséges hatalmát és kegyetlenségét. Helytörténeti Múzeum munkatársa vagyok, kiadványtervezőként is dolgozok mellett, illetve hobbi szinten fotózok. Mai kiállítás ugye a Rákóczi-Czay egyházi temető mutatja be, de nem úgy próbáltam úgy megközelíteni, nem olyan klasszikus módon ábrázolni az ottani értékeket, hanem kis részleteket kiemelni, olyan részleteket, amik mellett ugye az emberek elmennek minden valószínűség szerint, hogy érdemes egy-egy pillantást vetni rájuk. Ugye a temetőt mindenki ismeri, és valamilyen okból mindenki látogatja, de azokat a kis apró részleteket is érdemes figyelembe venni, amit most próbálok így bemutatni. A fotók mellett versek is szerepelnek a tárlatban, valamint a gyűjtemény anyagából egy-egy olyan tárgy, ami a gyászhoz, az elmúláshoz kapcsolódik, így például a feszület, a Szent Biblia, szemfedők. Érdekesség, hogy Molnár Tibor Kossuth Díjas színművész halotti maszkja is megtekinthető a kiállításon. Ugye a Városszépítő Egyesületnek is tagja vagyok, az Egyesület már 25 éve tart megemlékezést a Rákóczi-Czay temető sírkertjében. Ugye ennek a sírkertnek az az érdekessége, hogy olyan értékes, szépen kivitelezett régi sírkövek, vagy egykori neves embereknek a sírjelei vannak megmentve, ami ugye felszámolásra kerültek, de mi megmentettük így az utókornak összegyűjtve a temető egy sarkában. Ott van egy kis kápolna, egy harangláb, és ott rendezünk minden évben megemlékezést, és ennek ugye kapcsán, ehhez valamilyen módon kapcsolódik az ez a fotókiállítás itt a Helytörténeti Múzeumban. Az időszakos tárlat december 15-éig tekinthető meg a gyűjtemény nyitvatartási idejében.